Április 30-án a Klapkatéren zajlott a Komáromi Napok hivatalos megnyitója a nagyközönség számára, ahol Anton Marek polgármester köszöntötte a műsorfolyam résztvevőit, és ekkor zajlott a tavaszi fesztivál logójának ünnepélyes kiértékelése is. A megnyitón fellépett a Vidám fiúk fúvózenekar, a Nemesócsai Katica Mazsoret csoport és a délkomáromi Egresi fúvózenekar. Este 7:30-kor Lehár Ferenc szobrát koszorúzták meg a róla elnevezett parkban a város vezetői, a Lehár Ferenc polgári társulás tagjai és a magyarországi vendégek.